Hétfő délután felhőszakadás volt Noszán és Hajdújáráson is. A felszíni vizek elvezetése néhol már második napja tart. Vízelvezető berendezés segítségével vezetik át a felesleget a Kőrösbe. Valóságos természetű csapásként érte a termelőket, hogy az eső mellett nagy mennyiségű jég is esett, óriási károkat okozva a gyümölcsösökben, veteményesekben és a gabonaföldeken. Több elkeseredett noszai termelő nyilatkozott a helyzetről. Mi nálunk legnagyobb kárt okozta a görögdinnye és sárgadinnye, mivel mink abból várunk a legnagyobb jövedelmet a nyár folyamán. És szóval sok, tegnap csináltuk a gyerekekkel, műtrágyáztuk, szóval nagy örömmel. Szinte azok is sírtak, aztán amikor ezt meglátták. A termelők nem tudják, mit tehetnének, teljesen tönkrement a termés. A fáról a gyümölcsök felét leverte a jég, a másik fele pedig annyira megsérült, hogy ha nem szedik le, akkor a fán fog megrohadni. Ezek a sebek nem tudnak beheggedni, amelyek már keletkeztek. Csak hogy mutassam, ez az almán, ez a seb, ez begyógyulni, ez nem fog begyógyulni. Ez meg fog rohadni a fán. És ilyen hasonló sérülések vannak a medgyén, a cseresznyén, meg az őszi barackon is. Osztrogonács Simon, Szabadka mezőgazdasági megbízottját arról kérdeztük, hogyan próbálnak segíteni a károsultakon. Véleményem szerint itt több millió eurós kár van. Egy ekkora város, mint Szabadka, költségvetése ezt részletekbe se tudja elviselni. Mi a napokban fölmérjük a károkat, és továbbítjuk a köztársaság, illetve a tartományi kormány felé. A mezőgazdasági megbízott elmondta, csak Ludason és Kispiacon lőtték fel a rakétákat, mivel a királyhalmi kilövő állomáson probléma volt a generátorral. Most vizsgálják ki az esetet, de ez a károsultakon már nem segít.